Tehát akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben a részben az első előadás, illetve irányított konzultációban fél év lebonyolítási rendjét szeretném ismertetni, ami mindenkire tartozik. Először néhány általánosságot. Mivel foglalkozik ez a tárgy? Hát a fizika történet benne van a nevében minden. Miért fontos ez a fizika történet? Látni fogjuk, hogy sokkal jobban megértjük, hogy mit, hogyan fedeztek fel az emberek az ókortól kezdve a középkor, aztán egészen a 20. század elejének a fizikáig, és jobban megértjük, hogy mi miért működik. Nem csak a fizikában, meg nem csak az, hogy egyes technikai dolgok hogyan működnek körülöttünk. Például látni fogjuk, hogy a fénysebesség mérésére kitalált Michelson interferométer, az a CD-DVD lemezjátszók részévé vált. Tehát nem csak ilyen konkrét dolgokat értünk meg, hanem amit leginkább szeretnék átadni, az az, hogy megértsük, hogy hogyan történtek ezek a felfedezések. Mert a szélesebb látókör, én remélem, hogy mindenkit hozzásegít majd ahhoz, hogy akár a szűkebb szakmájában is egy kicsit szélesebb látókörbe tudjon gondolkozni, és rájönni arra, hogyha kicsit out of box kezdünk el gondolkozni, akkor sok mindenre rájöhetünk. És a fizika történet tele van out of box gondolkozókkal, ugye a leghíresebb mondjuk Einstein, aki olyan dolgokat talált ki, szokták mondani, amire senki más nem gondolt előtte. Na hát ez azért nem egészen így van, Einstein egy nagy zseni volt, az kétségtelen, de azért megvoltak az előzménye is. Látni fogjuk majd, hogy hogyan vezet az út mondjuk az ókori görögöktől Newtonon át Einsteinig, és akkor jobban megértjük ezt az egészet. Na, hát az ilyen kezdeti, ilyen propagandisztikus bevezető után térjünk rá a praktikus dolgokra. Ezt a tárgyat először kezdjük távolléti oktatási módban, mert az előző két fél évben is volt tartva, de akkor a fél év mindig jelenlétibe kezdődött még. Úgyhogy most egy kicsit kísérletezünk ezzel a távollétivel, hogy hogyan történik az oktatás, de remélem, hogy sikeres lesz, azért a korábbi tapasztalatokra alapozunk. Na, a fél év lebonyolítási módja hogyan zajlik? A legfontosabb dolog, hogy menjenek el a tárgynak a Moodle oldalára, és a tárgy, megküldtem egy linkbe, és a tárgy Moodle oldalán találhatnak mindent. Én most megpróbálom ezt megosztani önökkel. Igen. Hogy én magam egy böngészőben megjelenítem a tárgy Moodle oldalát. Igen. Látják, ugye, a Moodle oldalt? Valaki kiabáljon, visszakérem, csak ennyit, hogy megvan. Megvan. Igen. Tehát akkor persze ezt önök is a saját böngészőben is beállíthatják, de itt szeretnék mutogatni, és ezért mondanám el, tehát ezért hoztam be prezentációba. A legfontosabb dolgok itt találtok ebbe a felső három pontba. Az online oktatás rendje, fél évi követelmények, legfontosabb tudnivalók. Lényegében ezt fogom most elmondani szóban. Egyrészt, mert illik elmondani szóban, nem csak kiírni a Moodle oldalra. Másrészt meg ilyenkor merülhetnek fel olyan kérdések, amik amúgy nem merülnének föl, és így teljesebb lesz az ismertetés. Nos, tehát kezdjük ezzel a dolog, ezzel a sajnálatos ténnyel, hogy online formában kezdjük az oktatást. Ha véletlen, adja Isten, a vírushelyzet enyhülne, és vissza lehetne az iskolapadokba térni, akkor persze hagyományosan megtartanám most akkor lent lennénk az A1-es teremben, és akkor tartanám az órákat, és akár bekövetkezhet, hogy áprilistól ez van. De egyelőre arról beszélünk, amit látunk. Ez az arról beszélünk, amit látunk, ez pedig az, hogy sokat gondolkoztunk a kollégákkal, és az derült ki, hogy nem az a hatékony, hogy most én itt ebben a kedden 12-10-től kezdődő időszakban
háromszor 45 percen keresztül magyaráznék, én magam se tudnék figyelni képernyőn keresztül ennyi online adásra, hanem a következő. Hétről hétre felteszem a heti anyag prezentációját, ami a kötelező irodalomra való hivatkozást is tartalmazza. Elvileg már csak ebből meg lehetne tanulni a tananyagot. De minden hétről hétre fölteszem magát a komplett előadást videón. Mindjárt belenézünk egybe. És az előadás kezdetekkor, azaz most, keddenként 12-kor, ezen a Google Meet csatornán egy úgynevezett irányított konzultációt tartok. Ezeken nem kötelező a megjelenés, de azért célszerű. Itt nem magyarázom végig a 3x45 percet. Az a tervem, hogy kb. Olyan 45 perc hosszú lesz, ez az önök reakciójától is függ. És ezeken az irányított konzultációkon ugye ma ismertetem a fél év követelményeit, de a többi irányított konzultáción egyrészt az előző heti anyag kulcselemeit összefoglalom, teszek egy-két érdekességet, és a hallgatók kérdéseire válaszolok, hogyha valami nem volt világos, és itt egy fontos dolog, itt lehet majd pluszpontot szerezni, ma nem, de jövő héten már igen, mert azok, akik megnézik az e-heti videókat, és meg is értik, azok a jövő héten itt majd fölteszek kérdéseket, és aki tud rájuk válaszolni, az egy-egy pluszpontot gyűjtögethet. Majd ennek a részleteiről rövidesen mondok. Tehát az előadás az nincs az előadás tömegét a videók tartalmazzák, meg a szakirodalom, meg a prezentációk. Itt egy ilyen, én arra megyek rá, hogy itt beszélgessünk inkább, ha már egyszer így közvetlen csatlakozásban vagyunk. Nos, tehát ez fog így zajlik le a fél év, a végén meg majd lesz vizsga. Én remélem, hogy addigra már vissza lehet jönni, de akár vissza lehet jönni, akár nem, majd mindjárt mutatom, hogy milyen jellegűek lesznek a vizsgán a kérdések. Az egy technikai részletkérdés, hogy egy terembe papírra írnak, vagy otthon papírra írnak, és befényképezik, elküldik, a tartalma az ugyanaz lesz, ez majd a vírushelyzet adja, hogy hogy bonyolítjuk le. Még egy megjegyzés itt a végén, a Moodle oldal a korábbi fél évek maradványaival indul, tehát aki türelmetlen, már most előre lapozhat, és ez a vonal lesz egyre lejjebb és lejjebb mozgatva, most vissza is megyek, nézzék csak, itt van az első heti anyag, ezt már feltöltöttem, itt van ez a zöld-piros vonal, ami mutatja a régi fél évekbe, hogy a második, harmadik, stb. Héten mit vettünk, a türelmetlenek ezt megnézhetik már most előre, mert a tananyag az nem változik, csak esetleg máshogy van nemzeti ünnep, meg ilyesmi. Tehát itt van minden. Ugye most tartunk a követelmények ismertetésénél. Majd ha kikapcsolom a felvételt, akkor jöhetnek a kérdések, válaszok a szervezéssel kapcsolatban. És itt láthatják, hogy a heti tananyag, itt van a prezentáció, ráklikkentek, ez az első témakörnek a prezentáció, persze le is tölthetik, és itt vannak a videók, amiket én előre fölvettem, és szétdaraboltam kicsi részekre. Ha most benn lennénk a tanterembe, akkor ezeket mondanám majd szépen sorra. A bevezetésnek a három blokkját, az ókori matematikának az elejét, akkor ha teremben lennénk, akkor ezt mondanám. Most föltettem videóra, és mindenki úgy nézi meg, ahogy neki kedve van olyan ütemezésben. Egy megjegyzés, itt látnak olyat, hogy régi prezentáció, régi videó, azért, mert ebből kb. 10 éve az előadásból csináltam kamerás felvételt, hogy az előadó terembe betettem a kamerát, és az fölvette az előadást. Ezek a régi videók. Ezeknek a minősége mai szemmel nézve már nem a legjobb, persze azért használható, meg egy kicsit update-eltem a prezentációkat, nem nagyon, tehát a lényege az ugyanazokon a fejezeteken megy át, csak betettem egy-egy plusz ábrát, kijavítottam egy-egy elütést, meg ilyesmi,
Tehát a régi prezentációk és régi videók is nagyon hasznosak. Tulajdonképpen abból is föl lehet készülni, de én azért szerettem volna egy minőségi előrelépést, úgyhogy most csinálom ezeket az újakat. Tehát amit látnak itt ez a régi videó, ez körülbelül ez a három videó együtt, kicsit máshogy elmondva. Ezekből tehát bőségesen lehet készülni, tehát én azt javaslom, aki jót akar, az bejön ezekre a 12 óra 10 perckor kezdődő beszélgetésekre, megtárgyaljuk az előző heti anyagot, még lehet pluszpontot is szerezni, aztán megmondom, hogy mire kell a következő heti anyagnál figyelni, tehát az új anyagnál mire kell figyelni, adok néhány tanácsot, meg egy kicsit beszélgetünk, és otthon mindenki megnézheti a videókat. Tehát így zajlik a fél év. Persze, aki be se jön egyre se, annak sincs hátránya, mert, és akkor itt jövünk a következőre, a fél évi követelményekre. Az aláírás megszerzésének nincs feltétele, hát ez egy választható tárgy, én nem fogok kötelező, mit tudom én, ZH-kat iratni fél év közben, és nem tettem kötelezővé a bejárás se, ami azért veszélyes, mert esetleg, ha valaki lemarad, akkor hirtelen a fél év végén nagyon nagy anyagot kell bepótolnia. Tehát én azért javasolnám, hogy kövessék, ha be nem is jönnek erre, de akkor a videókat nézzék meg hétről hétre, és, mert különben nagyon sok lesz ez a vizsga előtt. De önök felnőtt emberek, tehát maguk osztják be az idejüket, érdemes bejárni. A vizsgán, hogy milyen kérdéseket adok, a pontok felét villámkérdésekre lehet kapni, ezek olyanok, amikre rövid válaszokat lehet adni, egy-két-három mondatosak. A másik felét kifejtős kérdésekre, amikre tipikusan 8-10 mondat hosszú, nem kell feltétlen kerek mondatokat írni, lehetséges, hogy ilyen jobb felsorolás, vagy ilyesmi tagolt formában is megadni a választ, csak olyan irányadás. Mindjárt mutatok majd ilyen kérdéslistát, hogy milyeneket adok. A fél év során szorgalmi feladatokkal, például itt az irányított konzultáción azonnali kérdés-válaszolásokkal lehet pluszpontokat szerezni, de ezzel legfeljebb a vizsgapontszámának a 25%-át lehet elérni, tehát önmagában fél évközi aktivitással nem lehet jegyet szerezni. Itt vannak a ponthatárok, elég konzervatívak, 40%-tól 2-es és a 15%-onként ugrik a ponthatár. És nincs egyéb kikötés, tehát nincs az, hogy a villámkérdésekből legalább ennyit, vagy a kifejtős kérdésekből legalább ennyit kell elérni. Oké, ezek a fél évi követelmények. Legfontosabb tudnivalók, na, ezt nem olvasom fel, ezt nézzék meg maguk, itt tulajdonképpen linkek az előadás videókra, meg egy csomó olyan dolog, amit most már elmondtam, meg jó ötletek a készüléshez. Ez egy kicsit régebbi, ez egy általános jó tanács gyűjtemény, ami a jelenléti oktatásra vonatkozott, értelmszerűen át lehet transformálni a mostanira. De itt vannak a régi előadás videók, itt van a kötelező irodalom, Simonyi Károlynak a Fizika Kultúrtörténete című könyve, amit legalább könyvtárból érdemes beszerezni. Ez egy hatalmas könyv, nem kell megijedni tőle, mi a töredékét tanuljuk. A többi része az mindig úgy van, hogy akit érdekel, az tovább olvashatja, vagy esetleg pluszpontért kiadott feladatokra segíthet. Aztán itt vannak az oktatási anyagok. Itt vannak rendezve a prezentációk, meg a régi prezentációk, és itt van például egy nagyon fontos dolog, a gyakorló fizika történet új PDF, amit hogyha megnyitok, akkor láthatják, hogy ez egy kb. Két éve szerkesztett gyűjtemény, tematikusan a fő témakörök szerint csoportosítva villámkérdések és normál kérdések. Mit tudom én, középkori csillagászat, ilyenek a villámkérdésekre, amik rövid választ várok. Itt vannak példák. Tehát mit tudom én, adjon meg egy nevet az ókorból és egyet az 1500-as évekből, akik elképzelhetőnek tartották a Föld napkörüli keringését. Milyen kapcsolat van közöttük? Hát nyilván nem tudják a választ, most már lehet, hogy valaki
már műveltebb és tudja. Most csak a példaként mondom, például erre egy olyan választ kell adni, hogy ókor Arisztarkosz 1500-as évek, Kopernikusz és az a kapcsolat közöttük, hogy Kopernikusz ismerte Arisztarkosz művét, és arra alapozta saját munkáját. Tehát mondjuk erre egy ilyen a válasz. Vagy ha elmegyünk a normál kérdések tartományára, mondjuk mit tudom én, optika, itt van, foglalj össze 10-15 mondatban Newton optikai munkásságát. Hát ott nyilván ez csak egy vázlat, fér ebbe bele 10-15 mondat, de ott a legfontosabb dolgokat föl kell sorolni. Tehát ez már egy kifejtős. Vagy írja le részletesen, mivel magyarázta Fresnel azt, hogy a fény iránya a levegő üveg határon megváltozik, stb. Tehát ez egy kicsit kifejtős. Tehát a vizsgán ilyen kérdések lesznek. A darabszámot azért nem mondom meg, mert ez egy kicsit függ attól is, hogy jelenléti vagy távolléti lesz. Jelenlétiben 6 villám és 3 kifejtőset szoktam adni. Ha távolléti vizsga lesz, akkor lehet, hogy ez egy picit változik, de erre ne szaladjunk elő. De azt tudja, hogy ilyenek lesznek a kérdések. Illetve a vizsgán még használható ez a fizika történet segédlet, vagy szokás hivatalos puskának nevezni, ezt kinyomtathatják önök egy példányban, és ide a szabad területre azt írnak, amit akarnak, ami ide fér, és ez használható a vizsga során, meg erre a területre szabad írni, amit akarnak, mert ez a tárgy nem arra megy rá, hogy ki a nagyobb memória bajnok, hanem arra, hogy hogyan értik meg az összefüggéseket. Nehogy valaki nekem bemagolja Isaac Newton születési dátumát, az itt van ebben. Persze azért, ha valaki abszolút nem tudja elhelyezni, hogy most ő 5. századi vagy 17. századi, akkor az nagy bajba lesz, de ezzel a segédlettel szépen lehet készülni a vizsgára. Nos, én most azon kezdek el gondolkozni, hogy vajon mindent elmondtam-e. Talán mindent elmondtam. Még egy fontos dolog, ezen kívül, az alkalmon kívül is lesz konzultációs időm, azt még nem határoztam meg, majd kiírom, de ezek a keddenkénti 12 óra 10-kor kezdődő alkalmak egyben konzultációs lehetőségek is, tehát kérdezhetnek, meg aki akar, itt a hírek, kérdések, válaszok ebben a fórumban kérdezhet. Itt néhány régi fórum bejegyzés is itt maradt, meg régi vizsgaeredményeknek a meghirdetése, meg ilyesmi, de önök is kérdezhetnek itt ebben ezen a helyen. És látják, ki van szürkítve, önök a böngészőben nem is látják a távvizsga rendjét, ez ugye a tavalyi, egyelőre ezt letiltottam, a hallgatók elő, hát remélem, hogy önök is, remélem, hogy majd ez májusra már nem távvizsga lesz, de majd ezt meglátjuk. Nos, körülbelül ennyit szerettem volna így megmutatni közösre. Én nekem az lenne most a kérésem, hogy van-e önök közül valakinek olyan kérdése, amit így úgy el mer mondani, hogy a felvételen rajt van ez a dolog. Egy valaki kérdezett is már, Dombi Balázs, hogy a pluszpont szerzésről mit lehet tudni. Hát a pluszpont szerzésről azt lehet tudni, amit mondtam, tehát a jövő héten 12-10-kor, amikor bejelentkeznek, akkor az első téma az előző hétnek az összefoglalása. Tehát amiket most láttak, ez a bevezető, meg ilyesminek az összefoglalása. Én mondok róla néhány dolgot, és akkor a helyszínen fölteszek villámkérdést, és na most itt lesz egyfajta konfliktus helyzet, hogy ki az, aki először válaszol. Remélem, hogy nem lesz ebből túl nagy tülekedés. Majd akkor kitalálom, hogy ez hogyan lehet, ezzel kézfeltartásos módszerrel. Aki először válaszol, az kap rá pluszpontot. És akkor én meg majd jegyzetelem ezeket. Illetve menet közben
fogok kiadni olyan kis előadás témákat, amiket otthon összeállíthatnak és beküldhetnek, de ezt ritkában, tehát ezt nem minden alkalommal fogok. Majd a fél év közepén írok ki ilyet először, amikor már tanultak is valamit ebből a tárgyból ezzel. Na most körülbelül ezek vannak, jött más kérdés, vizsga előtt van mód a tár teljesítésére. Hát elvileg nem. Tehát úgy érte, hogy majd a vizsgaidőszak jön, akkor lesz ebből vizsga. Na most az biztos, hogy pluszpontból nem lehet annyit összeszedni, hogy legyen. Néha, hogyha a hallgatóság közül sokan kérik, akkor a vizsgaidőszak előtt mondjuk egy héttel szoktam elővizsgát tartani, vagy ilyesmi. Nincs jó tapasztalatom fél év közbeni számon kéréssel, mert most sokan fogadkoznak, hogy ja, majd megtanulom előre az anyagot, de aztán ez nem szokott nagyon sokszor bejönni. Tehát én vizsgát fél év közben nem tartok, legfeljebb egy héttel a vizsgaidőszak előtt. Oké, de valaki írta is, hogy nincs erre mód. És így is van. Kérdésem, van-e még ilyen mindenki előttre szánt kérdésük? Jó, akkor én most kikapcsolom a felvételt, és ezt a részt majd fölteszem elérhetőre, hogy azok, akik nem voltak itt, azt láthassák, és utána átmegyünk egy szabad beszélgetésbe, ahol kérdezhetnek.